titeket is. Kedves magyar testvéreim! Ezen a héten az általam vezetett hazatérés temploma felszentelésének 70 éves évfordulóját ünnepli. Sokan készhezve vették ennek a programját, aki esetleg nem kapott belőle, itt a színpadnál készhez veheti a rendezvény során. Ezen a programsor meghívón szerepel egy idézet Vas Alberttől, az erdélyi írófejedelemtől: a szabadság az, ha hazatérhetünk mindannyian. Akkor, amikor a programsort összeállítottuk, már tudtuk, én magam is, hogy ezen a héten, ha úgy tetszik, a templom szentelésre történő megemlékezés egy megelőző demonstrációval egészül ki. A politikai foglyok hazatéréséért tüntetünk, küzdünk, vagyunk együtt. Vas Albert kijelentése nem egyszerűen a jelen aktuális életrendjére világít rá, hanem arra az egyetemes, alapvető isteni életigazságra, hogyha egyetlen egy emberrel szemben némák maradunk, eltűrjük az igazságtalanságot, eltűrjük azt, hogy meghurcolják hazug vádak alapján, ha egyetlen egy ember becsületét engedjük besározni azzal, hogy reméljük, hogy ránk nem kerül sor, akkor garantált, hogy ránk is sor kerülhet. Erről van itt szó. Az erkölcsi kiállás éppen ezért kötelező. A hatalom példát kíván statuálni a jelenlegi politikai foglyok meghurcolásán keresztül. Első rendben Budaházi György fogvatartásán keresztül. És teszi ezt azért, hogy a nemzeti oldalt, a valódi nemzeti oldalt, aki gyökerekig hatoló változást kíván indukálni, beindítani, megfélemlítse és megbélyegezze a továbbiakban is. Azt mondanom sem kell, főként az idősebb nemzedékhez tartozó honfitársaimnak, hogy hányszor kaptunk mi hányféle bélyeget csak azért, mert magyarok vagyunk. Csak azért, mert sajátunknak tekintjük ezt a hazát. Csak azért, mert soha nem kívántuk szó nélkül hagyni országunk megcsonkítását, többszörös megcsonkítását, országunk kifosztását, többszörös kifosztását. Miféle jelző áradat tolult fel mindig ezekből a senkiházi jöttmentekből. A legklasszikusabb jelző, amit mindig újra és újra aktualizálnak, az antiszemita, úgyhogy már egy magyar-arab baráti napot sem lehet megtartani, különösképpen nem szeptember 11-én, mert ez sérti a másik oldal érzékenységét, miközben legjobb tudomásom szerint 2001. szeptember 11-én arab származású emberek is áldozatul este. És nem csak a terroristák, hanem ténylegesen azok, akik a World Trade Center, a világkereskedelmi központ két tornyában tartózkodtak. Nem kívánok erről részletesen szólni, de az mégiscsak elképesztő, hogy azok mernek, merészelnek bennünket emberi humánumból, tisztességből, alapvető együttélési értékrendből kioktatni, akik azt a hatalmat támogatják szó nélkül, kritikátlanul, sőt, csahos nyelvöltögetésekkel egészen az ülep velejéig, akik, mint hatalom, mint terrorállam, olyan embereket küldött át a túlvilágra,
akik annak idején Yasser Arafat utasítására hasonlóképpen, miként mi is tettük egyébként az arab-magyar baráti napon, emberi tartással és érzülettel, kegyelettel adóztak 2001. szeptember 11-e áldozatainak emlékének. Testvéreim, pontosan ez az erkölcsi képtelenség az, ami az erkölcs krisztusi etika által meghatározott képviselőjét szólásra kell, hogy késztesse. Én mindig megdöbbenésenek tudok csak hangot adni, és e tekintetben magamat ismételni, hogy nagyon kevés felkent lelkipásztor vállalja a kiállást. Ilyen helyzetben. Pedig Jézus mondja, fogoly voltam, és meglátogattatok engem. És akkor, amikor elbizonytalanodik, az Isten útját kereső ember, és visszakérdez, mikor láttuk, hogy fogoly lettél volna, hogy meg kellett volna látogatnunk téged, akkor a válasz erre a Jézusi felsorolás után, mely az egész egyetemes emberi élet nyomorúságát átöleli. Nem lehet más, mint az, ha egyel megcselekedtétek a legkisebbek közül, velem cselekedtétek meg. Ehhez csak azt kívánom hozzátenni, hogy különösképpen fontos megcselekedni azokkal, akik viszont lélek szerint, szellem szerint, kiállás szerint egyáltalán nem a legkisebbek közé tartoznak. A legkisebb azért fontos a mindenható Isten szempontja szerint, mert ahogyan a hétköznapi mondás mondja, aki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli. Aki nem veszi észre a legkisebb mozzanatot, isteni valóságos jelenlétet, az hogyan venné észre a nagy csodát, amely már szinte üvöl, teljes egyértelműséggel. Hogyan foghatná fel az isteni derültékből villámcsapásos közbenyúlás? Egyáltalán miként várhatná ezt a csodát, hogyha ő maga az éget gyatta világon, a legkisebb lépés sem hajlandó megtenni annak érdekében, hogy ez a csoda egyáltalán bekövetkezhessék. Ezért kell különösképpen kiállni egy olyan ember mellett, mint Budaházy György, aki a Sugorói ingatlan Panamát leplezte le. A Sugorói ingatlan Panamánál, mint tudjuk, az izraeli terrorállam egyik állampolgára kívánta elorozni mindazt, amiért a mi őseink adták a szószoros értelmében vérüket. És őszintén büszke vagyok feleségemre, aki a Jobbik országgyűlési képviselőjeként a Klubbaliga, a volt pártüdülő vonatkozásában egy még Sugorót is messze értéke szerint majd 50-szeresen felülmúló ingatlan Panamát leprezett le, illetek hozott nyilvánosságra, és tette meg a feljelentést, mely már a központi nyomozó ügyészségnél van. Egy-egy esetben úgy tűnik, hogy a harmadik magyar köztársaság kezd jogállamként működni, de hát nem mindenesül, azért vagyunk most mi itt együtt. És ott is az ingatlan panamázó Svit Frank az izraeli terrorállam egyik katonatisztje. Hoppá! Minden egyes jelzőt visszautasítva, amit ránk aggatnak, de szembesülve azzal a valósággal, amelyben élünk, felhívnánk a harmadiknak mondott, magyarnak mondott, köztársaságnak mondott, miniszterelnöknek mondott Orbán Viktor úr figyelmét, hogy ne bennünket, ne a nemzeti radikalizmus képviselőit oktassak ki emberi méltóságból ott bent a parlamentben, miként a mai napon is tette. Mert emberi méltóságért nem küzdött, nem harcolt annyira hitelesen, annyira kitartóan, annyira hűséggel még emberi közösség, mint ahogyan ezt teszi a mai nemzeti radikalizmus. Többek között a nemzeti radikalizmus gyűjtőpártja, a Jobbik Magyarországért mozgalom karöltve
számos civil szervezettel itt elsőrenden a 64 Vármegye ifjúsági mozgalommal.